lévőnyelve. Lidli, meg ilyenek sincsenek? Semmi. Ez érdekes, hogy mindenhol máshol nyitva akarnak lenni Igen. vasárnap. Professzionál. Becsukod akkor ezeket a... mit mondtál? Minden, minden. Vagy be tudod? Becsukom csak. Hú, látom, itt már volt munka. Igen. Elég sokat. Makita Inu. Van ilyen? Nincs. Akita. Tudom. De hát ez... Igen. Akár az is lehetne. Igen. Van egy kis üvő. Van. Ez nem az a hobbi kategóriás gép. Ez elég közel van a... az úthoz. Az úthoz, igen. Hát, igen, de... de van... van terület, van is. Aha. Nem ilyen nagy, hatalmas terület, de azért van ennek. Aha. Ez bizony tuja. Tuja, ugye? Uh-huh. A legtöbb tuja volt, de két fajta volt, most így nem tudom, az egyik lehet, hogy nélandisztikus. Uh-huh. Azt csukjam. Bezárom. Most meg kifele nyílik. Aha. Ezt mind te szecskáztad össze? Igen. Hát... encsivel volt, amit meg Mózessel. Uh-huh. És ezt hárman... én vágtam az egészet, de hogy ők segítettek az elhordással. Uh-huh. Nézzük meg, hogy mik lesznek majd a... De hát így kérsz inni? Van nálam. Van nálad, csak most ezt meg... Szállás vagyok le. Igen. Ez az igazság, hogy... Amiért eléggé ilyen gázos vagyok. Gázos? És fel vagy püffedve? Uh-huh. Hát lehet, hogy a humusz. Ha már annál hamarabb. Aha. És ez mi ez az épület? Ez lesz a házuk. Lakó? Ez egy pince volt régen. Pince. Meg mint olyan borba sörkészítő. Ja. Aha, aha. Présház. Uh-huh. Igazán helyesebben. Présház. Az meg egy vendégház, egy kicsi vendégház. Kicsi vendégház, igen. És ott nem tudtak volna szállást adni? Hát... annyira nem jó? Csak egy sima padló van, nincs benne víz, végtés, semmi. Semmi, aha.
Tehát aludni lehet benne, de akkor ez nem is működik. Ja, értem. Meg elég dohos. Ez. Igen. Szóval itt, igen, itt nem lenne jó itt maradni. Igen. Na, francia. Neki minden, igen. Itt egy képes lap. Nem sok idő van. Brun. Na mutasd meg, mik a... Azért, ha ma esik le az egész és nem tolnak, az már lépés előny? Igen. Itt ezt az egészet végig. Mi az egész kerítés melletti, igen, növény cuccot, azt le kell bontani? Gút. Ez itt teljesen be volt nőve. Egészen idáig. Aha. És akkor itt végig volt. Aha. És akkor ott végig, egészen odáig. Aha. És azt majd ki kell ásni, mi? Ki ásni? Azt én nem vállalom. Aha. Hogy... Én se csináltam 2-3 ilyet, és annyira nem volt jó. Aha. Ezek itt fognak szétrohagyni. Igen, mert azt szokták, hogy körbeessenek, megvágják, és akkor erőkarnál fogva, de hát, igen, géppel, igen, célszerű ezeket elvégezni. A kézileg, emberi erővel az... Ezt kell majd megmeszteni. Aha. Venni faseggélt. Igen. Hát holnap, ha esetleg holnap. Valami kertészetbe belülni. Igen. Holnap még csak szombat. Na, ezt kell itt megmetszni. És akkor itt van még hátul. Na, ez a második kert, ez a magnólia. Uh-huh. Itt van még egy ilyen kedvé. Marokkói kert? Igen. Aha. A leendő. És miért marokkói? Mert egy marokkói ilyen recepciót medencét szeretnének ide. Uh-huh. Igen, hát itt is lesz munka. A fallal, meg minden. Hát rengeteg, meg a tetőt lecserélik, meg minden, uh-huh, szóval, hogy itt lehet. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a végére. Egy-egy ilyen... Amennyiben így részletem szemben, hogy a kivitelezésnek minden képzik. Nem is csak a kert önmagában, hanem úgy az egész, tudod? Igen. Igen. Előtte, utána. Igen. Szerintem valahol itt van az abban. Igen, kicsi volt. Na, azért akartam hazavinni, mert én szoktam csinálni ilyen termokultúrás, ilyen kivonatokat, ilyen ásvány, meg növényi kivonatokat. Vagy nyest. Nyest, igen. Bemegy a háza, szóval, aha, bemegy a...
Igazán itt ezt lehet, hogy beismerhet, hogy ez népszerű van. Lehet, hogy igen. Mindegy, elsőt lehet, hogy vegyük fel a védőcsukot is. Jó, hát én nekem csak egy kesztyűt kell. És én nagyjából kész is vagyok, csak fölveszem magamra a szerszámokat. Miért? Mert figyelj, ez hatalmasra megnő. Itt, hogyha ez megnő, azt az egész területet beárnyék olyan. A dél ott van, innen jön az egész fény. Uh-huh. Így kb. Ide szeretnének, szóval egy ilyen, valamilyen ilyen konyhakertes veteményest. Uh-huh. Ez, ha így, így megnő, így semmi fény. Ez Leylandi. Ez a Leylandi? Igen. Akkor ebből volt ugyanilyen az egyik oldalt, és akkor a másik meg az meg a tuja volt. Igen. És akkor nézd, ez meg ilyen japán málna. Japán málna. Igen. Hopp, itt van ki. Ki jött. Igen. Az egyik része. Uh-huh. Ja, várj egy picit. Tegyem? El. Hát el, de akkor már valami egy helyre. Figyelj, most az a lényeg, hogy minél gyorsabban elhúzni, hogy minél többet ki tudjuk vágni, mert vasárnap még ha... Akkor fel tudjuk még dolgozni. Várjál.
Bitte, ein Moment, bitte. Jó, üres. Megpróbálod erre elhúzni? Merre? Merre? Arra. Arra? Jó. Levágod róla a nagyobbakat? Tehát a repceolajat beoltják gombaspórával? Igen, és igen. Akkor mikor kivágják a fát, akkor a tönk, ami megmarad, az a tuskó, az automatikusan be van oltva már gombával. Uh-huh. Szóval így nagyon jól lehet aha. Nagy területeket így beoltani aha. Így gombával. Érdekes. Szóval duplán hasznosítva a fát, szóval, hogy... Igen. Igen, teljesen üres. Még friss. De már früstük. Igen. A napraforgóolaj, ez nem olyan jó, mint ez. Aha. Ez folyékonyabb. Igazán ez egy picit folyékonyabb. Ezt itt vetted valahol? Ezt itt vettem konkrétan aha. A spárba. És akkor nem kell, hogy ásványi legyen az olaj. Igen. Egyébként a Makitának is van egy növényi olajos terméke, csak az sokkal drágább ennél. Aha. És a legtöbb helyen nem található. Akkor azért volt ilyen sült krumpli szaga, amikor így vágtad a fát. Csodál, így rá is akartam kérdezni, hogy mit sült. Hát lehet, de... De tényleg? Az azért, mert nem az olaj miatt, hanem azért, mert kifogyott az olaj. Mert az aha. Van, hogy mivel ez mégse pont az a keverék, amit ők használnak, az övéké úgy van beállítva, hogy ha megtöltöd mind a kettőt, akkor egyszerre fogy ki. Uh-huh. De ez hamarébb kifogy, mint a benzin. Aha. Benzint nem lehet kiváltani valami hasonló okos módon? Hát sajnos nem tudok róla. Biztos, hogy lehetne egy másik motorral, hogy etanolt uh-huh. A kukorica kivják ott alkoholt. Lehetne itt ötöst? Szintén szólva nem figyeltem. És itt a kulcs. Gut. Nem semmi. Ezt nem értem, ezt a private parkingot egyébként. Akkor ide parkolhatunk. Nem, mert not for hotel guests. Igen? Az van aláírva, igen. Azért nem értem. Mert hogy ez a szállásnak van. Aha. Mi ez a Sender Liste? Ja, hogy milyen csatornák vannak. Igen. Ja, én ezt itt betűnök. Uh-huh. Wifi-juk. Wifi-juk nincs, gondolom. Csak kábel tévé. Biztos, hogy van wifi. Csodálnám. Igen. Na mindegy. Meglástjuk. Nagyszerű. Zoom. Gut.
kiveszni ezt a vizes cuccot. Mi ez a fa? Fató. Tófa. Mennyi? 30? Mennyi a... Gyömbér az 30. Gyömbér az 30. És igen. A... mit mondtál a narancs? A narancs az 51, utána 17 a citrom, és 2 a kurkuma. 2 a kurkuma. Ez baromi jó. Aha, annyira... igen. És nincs benne semmi más. Semmi ennyi. Más. Jó, meg fogom kóstolni mindjárt. Jó, egy vagy... kicsit szoktam rajta, igen. Jó, vagy és ebben már nagyon rég nem ittam ilyet. Én teszek ilyen bubis cuccot. Uh-huh. Egy kicsit föl lehet. Csokoládé. A kiváló babkonzerv. Ein bisschen. Danke. Okay. Ahogy van, hogy elég ist. Genug. Genug. Uh-huh. Az a dehény, hogy ahogy egyre többet hallom, meg gondolkozom, tehát egyre jobban vissza. Igen. Igen. Riprop. És az egészségedre? Názdarovje. Názdarovje, igen. Hogy hívják? Prost. Prost? Igen? Mm. Az olyan, mint a prosit, nem? Annak egy megfelelője. Igen. Ez egy ilyen távolság. Lézeres. De hogy... Ki tudod húzni? Mm-hmm. Igen, és a lézer rész az hogy mér? A lézer rész az úgy mér, hogy... Beállítod itt, megmutatod, hogy hol akarod, hogy innen mérjen, vagy az elejétől mérjen, uh-huh. És hogy milyen formátumban, és akkor így ezt a gombot így ráteszed. És lehet a macskát idegesíteni. Igen, ott is lehet, és akkor megnyomod még egyszer, és akkor ott van egy 2-10. De hogy, igen, de hogy ez még csak a szimpla változata, mert tud térfogatot is, meg területet is mérni, úgyhogy ezzel módosít dolgokat, de őszintén szóval arra még nem is használtam, de, mert nem tanulmányoztam ki a könyvét, és általában csak ezt szoktam használni, de hogy azt is tud, meg ilyen szögeket is, szóval olyat is tud csinálni, hogy így ilyen változó dolog. Ja, hogy ilyen, több helyre vetítik. Hogy ilyen élőmérés uh-huh. is tud csinálni, ilyen köröket vagy valami, csak ezt mondom, hogy így ezt nem tudom, hogy pont hogy kell, hogy így uh-huh. betartva nem van gombot, vagy hogy... Ja, értem. Szóval több funkciója van. De ilyen tök jó, és ezt az Aliról vettem, és ez, uh-huh. ez így, ahogy volt, így kevesebbe került, mint egy jó ilyen itt. Uh-huh. És nézd meg, hogy testjét, meg mindent. Szóval ez ilyen, uh-huh. ilyen baromi jó. Erős felépítés. Erős, igen. Szóval ez egy minőségi eszköz. Uh-huh. Igen. Pedig már, és nézd, itt is ilyen mágneses. Jó van. Predátor. Igen. Mondjuk arra az a kis háromszög, hogy mi kéne. És 60 métert. És elemes? Elemes. És akkor azt lehet cserélni benne igen. rendesen. Uh-huh. 330, vagy 3-3. De mondjak valamit, de soha nem tudom, hogy milyen nyelvben. Guten Morgen, Grüß Gott, vagy nem tudom, mit kell mondani.
egy szalmabálnát is. Azt égeti? Én gondolom. Most ez miért volt nem tudom. Nem tudom. És ott megnézem, hogy... Nem, szemetesbe teszik. Egy konténert. Kaffee, danke. Ja. Bitte. Ezek a lekvár, marmeláde, ott a volt húnek. Igen, gibizli, apfele. Nagyjából én is. Nem, rosszul mondom, nem, de hogy előnyben részesítem a, azért a felvágottat nem szoktam el. És ez a sajtot, ezt például nyugodtan egymány szerintem. Nem hoztam kis
De van műzli is, azt is lehet. Igen. Hát tejá, vagy vízzel, forró vízzel is lehet. Nincs. Ja, nincs, de lehet kérni. Frühstück. Itt, ott van fölötted. Frühstück essen. If you want to eat, eat, don't talk. All right. De tudod, hogy van ez a jó rossz és a csúta, hogy if you want to shoot, shoot, don't talk. Schön, wenn er das, du da bist. Ugyanilyet kell általában kitörteni, hogy hívják a Magyarországon is a vendéglátóhelyeken. Na de mire? Számlára vagy mire? Uh-huh. Igen. Hogyha van ilyen igényed? Igen. Az nagyon jó egyébként, ezt én is szoktam időnként ilyet csinálni. Finish? Not yet. Sorry. Oké. Okay. papír? Aha. So, a little bit later. Ja, hogy ezért érnek, hogy nehogy... Igen. A reggelit inkább a paperwork. Kéne egy nagyobb, egy akkora, mint a pincéreknek szokott lenni. Mm-hmm. Szét fogja dobni az a sok lója. Az a dolog, hogy itt már... Vannak. Igen. Mert nem volt jó minőségű. Mm-hmm. Vagy régi? Nem olyan régi. Ezt a előző születésnapomra kaptam. Ez a... Szerintem edd meg, és majd utána rájössz. Most hiába jön ide. Ha nem vagy kész. Mm-hmm. Ottól már 21 volt. Két példányos? Indigós? Azt hiszem, hogy igen. Nagyszerű. Szövegfordító. Uh-huh. Vagy yeah. Ezt a számlák. Du verstehst nichts. Weiß ich nicht. Nicht.
Okay, email. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Mi hiányzik? Nem. Ja, hogy lefordította neked? Nem. Hogy ideírom a cégnek a nevét, és akkor e-mailben elküldjük számát, szóval. Mi tart ennyi ideig? So we would like to stay tonight. No, so two nights. A two nights? Yes, yes. Okay. 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 One night I died. I asked for two nights with the. Okay, then see you tomorrow. Yeah. So, pay tomorrow? Yes, yes, yes. Okay. No, no problem. Okay. Okay, good. Okay. Tomorrow 8, breakfast. Okay. Okay? Okay, yes. Yes, thank you. Thank you very much, thank you. Goodbye, John. Was ist das? Schöne Winterzeit. Wie lange war der Reine Bericht? Der war noch da. Besser als so wohl. Insatt. Insatt für Wasser. Ja, mert hogy itt szárongatod a... Igen, megszárad. Meg. De annyit fűtöttek. A másik szárásnál is úgy volt, hogy egy fűtőtestet használtak, és hát én pont a másikra raktam a rohamosat. Nem igazán. Meg a Mr. Pamut. Mr. Pamut? Ez micsoda? Az ilyen... gyártó, vagy ilyen beszállító cég van, mit tudom én. Kínai magyar? Igen. Hogy Magyarországon létrehozott cég, de hogy ilyen kínai áruval foglalkozik, szóval valószínűleg konkrétan kínaiak hozzák be. Ez egy nem a tiéd, nem. Komandósnak néz ki, de szerintem nem. Ez moshatós. Hát de reméljük, inkább ne legyen rá szükség. Igen. Van nekem annyi ilyen szarságom. Igen. Nem fölösleges, van vagy kettő. Nem vágyom rá, akárhogy is néz ki. Igen, ezt... Ezt mondtam neked, amikor tegnap vágtuk, hogy... Te nézd meg, szóval annyival több vagy kevesebb mindegy. Was auf! Jönnek az automobilon. Behalmozzák a cuccot most. Biztos elviszi. Igen. Günther vagy Hans. Igen. Ott volt az öreg Horst. Nem
voltam ilyen nevek. Divatosak erre felé. Figyelj, lehetett volna Béla is. Lehetett volna. De nekem inkább Horstnak tűnt. Itt kombásznak már, vagy tűzifák szereznek maguknak. Az is lehet. És lehet, hogy igen. Igen, igen, zajlik a vágás. Igen. Vágási Feri. Mind a két oldalt nézd, itt azért. Ott is leritkították elégre. Ott a gép. Ott a gép. Igen, itt baromi nagy írtások vannak. És visszateszik, vajon? Ja, a telepítést láttuk, de hogy ide az útszélére. Nem tudom nézni itt is. Ezek mind most szerintem ez a, hogy hívják, ez az energia válság. A fat food. Mondhatjuk úgy. Hagyják a földet térre. Miért azt be kéne valamivel húzni? Hát figyelj, növényi takaróval, vagy valamit, szóval, hogy egyszerűen ez a legrosszabb. Miért megfáznak a magvak? Erózió, tudod, talajélet így kinullázva. Fordulj balra, L4-1-4-5 Hafnink. Ó, basszus. Szép itt. Nem csak az ilyen utcák. Ah, Tán, itt volt. Most megyünk Tán felé. Tannerstrasse. Múlva 1,6 km. Fordulj balra, Tan. Vigyázz, der Traktor ist coming. Lehet, hogy csak azért, mert kidőlt. Ez lábon száradt volt, ahogy látom. Igen, lehet, hogy csak kidőlt. Már ott is vannak ilyen ritkák. Az is az volt, végig le volt száradva. Tetőig, de hogy miért? A fény miatt, gondolom már. Gondolom. Ha megnézed, akkor... Kezdik ki, hogy hívják, bezárni a... Igen, hogy ahogy megnézed, eléggé... Csak ott a fönt, a legtetején vannak ágai egy csomónak. Igen, ott van egy szép kis pihenő. Hogy nem jut be a fény. Igen. Nincs is nagyon oly növényzet, de gondolom a fenyőerdő sajátossal. Nem tudunk megállni sehol, hogy kóricálhass. De dupla kis ragom van. 300 méter múlva. Fordulj balra. Itt nem jellemző az, hogy mindenhova odaállnak a kocsival, úgy tűnik. Itt van. Hát de az a széle. Oda én is. Aha. Ja, igen, igen. Még nem is ott állt meg, hanem a másik. Nem az ő sávjában. Katze. Katze. Na, itt vagyunk, Tan. Fordulj balra, Tan. Tan, fordulj balra, Tan. Te hülye, Tan, fordulj már balra. Nyelv, Tan. 2,4 km múlva. Fordulj jobbra, B54 Marstrasse. Ah, schön. Párat hazavihetnének hozzám is. Miért, minek neked? Tizálni. Ja, tizálni? Ilyen gyantás fával? Figyelj, most én úgy hallottam, hogy nem számít, hogy gyantás, hogyha időnként használsz egy ilyen
ilyen kéménytisztító, ilyen magas hőfokú, ilyen kis koromégető cuccot. Koromégető? Hát van ilyen, hogy kitisztítja ezt az egészet, ilyen magas hőfokon ég, de alapból én ilyen rakétakályba szerűen használom a kályhánkat, szóval bár nem eredetileg olyan, de hogy itt teljes ilyen full gőzelővel ott a másik kence. Ferde. Igen. Ferden. A Ferde ló. Igen. És ott van. Százzal szágult a szacit. Gyakorlatilag egy másfél sáv. Egy százast engednek meg, azért az tényleg elég erős. Jön föl a kis biciklista este, és akkor itt... Nézd. Nagy út fölöttünk. Ja, az út van fölöttünk. Igen. Ja, igen, tényleg. Út. Út. Ott a kis údó. Klaus. 5,9 km múlva. Fordulj jobbra B54 Wechselbundestrasse. Magyar vizslája volt a bácsinak. Igen. Biztos Jägermeister. Hát azok szoktak ilyen, úgy is volt öltözve egy kicsit. Igen. Igen, de itt azért sportosak hozzá az emberek. Futva menni. Lehet, hogy lecsúszik egy-két Staub, de... Igen. Utána... Egy-két Staub Deadlit megisznek. Schnaps. Schnaps. De hirtelen kellett fékezni annak az egy embernek a kedvéért. Igen. Itt is egy szállás. Ide jön a vonat. És magába elkönyvelte, hogy a zwei ungarische Bandit majdnem halálra gázolt a százas megengedésű akár. Túl sokat bámultak turisták. Turistáskodva. Nézd, ott van valami, ami füstölög a kémény, meg minden. Igen, errefelé az ősz se annyira tréfa. De ezek valami gyárak lehetnek, vagy valami üzem. Kraftwerk. Aspangmarkt. Ugyanaz, nem? Igen. Azt is kiírhatták volna, de a Heavy Night jobban hangzik. Igen.
Fordulj balra L4178 Andreas Hofer Strasse. Automobil múzeum. Fordulj jobbra. Majd fordulj jobbra. Okay. Ez itt volna fordulj egy? Fordulj jobbra. Majd fordulj jobbra Fireplate. Csak túl mentem rajta. Kóbákó. Vazauf. Fordulj balra. Majd fordulj jobbra. Majd fordulj fel. Fordulj jobbra L4178 Andreas Hofer Strasse. Van Bahnhof is? Igen. Na tessék. 800 méter múlva. Fordulj jobbra L4184 Bahn Strasse. Akkor lehet ide jönni Magyarországról, mit Bahn? Igen, csak Bécsbe kell menni először kb. Ja, aha. Kitérő akkor az. Uh-huh. De innen Bécs, az kb. Másfél óra vagy valami. Hát meg hogyha mondjuk turistázol, akkor nem baj egy Bécs beiktatása előtte, mielőtt elvonulsz ide a hegyek közé. Igen. Előtte egy városlátogatást megejtesz. Gondolom innen tovább is lehet vonatozni valami. Igen. Nagyobb. 300 méter múlva. Fordulj jobbra. Majd fordulj balra. Kis figurák voltak a kertben, láttam. Fordulj jobbra Bergen promenád. Ki hozzá? Ah, ez jó lesz. Itt. A Lagerhaus? Itt biztos, van. Hogy lesz. Megérkeztél a köztes célpontodhoz. De azt lefordítja? Vagy hát azt most nem fordítja rendesen, most Fosher. Angolul próbál megtalálni a szakirodalmat, hogy mi van, hogy hívják, és akkor angolról fordítva. Aha. Mert sok magyar kifejezés ám elég ingatag. Igen. Ilyen szaknyelven, szaknyelvi dolgok. Hogy meglátjuk a polcon. Pruning sealer. Pruning sealer? Mm-hmm. Már ilyen. Nem voltam ilyen. Nézd meg, farmám nadrág is van. Ez ilyen por. Boros cucc. Vas? Boros. Ja, dugattyú. Dugó. Dugó. Hát meg ő sokféle palackra jól gondolom. Munkavédelmi cipők. Micsoda? Ilyet vettem korábban. Itt mindenki mit is van, állítás. Makita, hát Makita az mindenhol van, de, meg a Bosch szinte. Aha, Eihel. Csatos üveg. Igen.
Csak hogy ne kelljen mindenhez ezeket a szar műanyag flakonokat használni. Lehet, hogy van olyan, mint a, amilyen a, az Annáéknak volt, tudod, az a, egy olyat akarok majd egyszer, hogyha lesz értelme, az az adagolós, amiben a limonádét megcsinálod, van rajta egy csap, az az üvegcucc. Uh-huh. És akkor kinyitod, és így jön belőle. Igen. Léderfett. Ilyet kéne venni, majd lehet. Drága? Ezt szorozd meg több mint négyszeresen. 4x8? Nem olyan. Majdnem 4,2. 400-zal, nem? 420-zal. Nem 4x4-szeressel. De 420-zal szorozd. Igen. Ez annyiba kerül. Azt nézem, hogy nem tudni, hogy mi van benne. Berg und Arbeitsmarkt. Mert ez azért, ez érték. Mindjárt felszólt. Lehet, hogy be. Igen, szoroszt föl egyszer. Lehet, hogy megéri. Hát azok annyira nem. Hasonló, igen. Bőrből? Ez már valami. Nekem van gumit, hogy nem, de ilyen alacsony. Ja, ez ilyen, aha. Nagy magas szeretem. Nekem ilyen, ugyanilyen, hát nem ugyanilyen, de ilyen acélbetétes van. Uh-huh. Csak az enyém is hideg. Abba kéne, tudod, egy ilyen neoprén betét. Uh-huh. Mert télen, mikor dolgoztunk ott Balatonon, iszonyatos, egy idő után lecsapódott benne a pára, amit kiizzadt, és ráfagyott a lábunkra a gubicsába. Uh-huh. Nézd, 70 euró. Az igen. De ez már minuszos? Vagy betét, neoprén betétes? Nem hiszem. Gondolom ez itt egy ilyen átlagbolt, tyúktáp. Uh-huh. Hát ilyen gazdagolt. Igen. Van lámpa is, melegítő lámpa. Uh-huh. Itt fölé lógatsz a tyúknak. Infra. Infra izzóval. Etető itató. Ilyen önitató. Vagy ilyen. Igen. Önetető, önitató. Uh-huh. Jó, mondjuk ez nem egy nagy cucc. És itt vannak ezek a sprék, meg ezek a motorizált dolgok. Kolomb? Ja, a tehén kolomb. És ez a, hogy hívják, ez a... Az mi? Tudod mi ez a... Fújó? Nem, ez a, hogy hívják, villanypásztor. Igen. Igen, ennyi. Abból az a grizzly a jó, legalábbis én azt láttam, hogy csomó helyen használni. Grizzly. Vegyek neked egyet, de akkor hordani fogod. Nem. Itt vannak a villanypásztor alkatrészek. Micsoda remek szöktáska. Mondjuk ilyenem van. Valahol még egérfogót is láttam. Kapa, hogy hívják? Aha, csákat. Gyökeret elvágni nem. Meg. Egyben. Vannak, de mondjuk azt látom, hogy ezek azért nem túl nagy minőségűek. Micsoda, fándli? Vagy mi ez? Kőműves kamera. Ez nagyon jó. Spakli.
lánc. VD40. Van billhook. Billhook. Azt mondtam, ez az a japán balta, kerti balta, de van billhook is a másik. Nincs egy. Az a billhook. Különbség, mert hogy így miért is hát tudsz akasztani, igen. De nekem ez is tetszik valami. Ilyen nem hagy már, de... Ez hántolókés. Igen. Vonókés. Vonókés, így van. De nem tűnik nagy minőségnek egy is a sajnos. Nem. A balta is olyan, hogy... Melyik? Igen? Erős? Igen, szépen. Már mint az élet. Vastag vagy erős? Nem hajlog nagyon? Aha, igen, igen, mondjuk tényleg. Igen. Uh-huh. Ja, hogy gumírozott? Hát, igen, az a, tudod, az a üvegszálas. Uh-huh. Igen, sokkal jobb benne. Régen így... Nem szerettem azokat, de mióta így megsérült egy ideg így a kezembe, azóta sokkal jobb. Szóval, hogyha ha ilyet használok, vagy fémnyelűt, akkor nagyon keveset tudom használni, pár ütést is, akkor utána fáj a kezem tőle. De üvegszálastól nem fáj, órákig tudom használni. Mi ez, borjúetető? Meg ez a vizé? Hát ez lehet mi. Ez borjúetető. Akkor nincs hozzá tehén, vagy nem veszi be. Uh-huh. Hát már elég komolynak lesz. Igen, de ez milyen olva? Ilyet nem is láttam meg. Nincsen. Van súlya. Igen. 13 szor. Nem köröm, nem volna. Lehetséges. A másik szerintem az a csípő. Uh-huh. De ez is lehet, hogy valami másmi. Ez is ilyen tőgy. Tőgy. Tőgyolaj. Karbonit. Hogy végig belkened a tőgyet, gondolom, mielőtt fölcuppantod rá a gépet. De tudod, hogy mit szoktak csinálni? Megfejik, utána a viasz. Igen? Be kell tömni viasszal? Belemártak, hiszen ilyen olvadt viasz. Tömnek rá, azért, hogy ne feltölt. Aha. Aha. Ilyenről elmodoztam már. Uh-huh. Ezt az obiba is lehet venni. Ennél valószínűleg olcsóbb én. Hát ezt is nézzük, hogy ez. Hát ez 20 literes. Nem tudom, 10 literes. Ennyi? 20 literes. Nem hiszem, hogy ez olcsóbb, mint nem tudom. Kaniszter. Munkanyelek. Csak hát gondolom, önmagában a nyél is elég húzós. Igen. De az olyan, hogy ilyet is tudsz hozzávenni, és például ezeket a magas tujákat, meg a lejlandokat, ilyenekkel csípegetheted. Egyenként. Hát igen, hogy nem is az ágat, hanem a csúcsot, meg ezeket le tudod vele csíppenteni. Uh-huh. Az meg nagyon praktikus kis gyümölcsszedő. Uh-huh. Jó drága. Gardena. Uh-huh.
Hát a mi márkás az itt se olcsó. Ezt a zsákot. Uh-huh. Ez is ilyen, sejtem, hogy ilyen valami drága. Uh-huh. Igen, 1600 forint darabja. Nyilván Kínából olcsóbb. Uh-huh. Nagyszerű. Ez az, az ezek, az. Ezek. Olyat akarsz venni, ami valami folyékony? Hát, ez ökónak jó. Akkor ja. Ilyet fogok venni. Szerintem a többi is az egyébként, csak nincs úgy ráírva, de összeállításában. Ez még olcsóbb is. Ez mennyibe kerül? 10 euró. 10 euró. Ja, hát akkor nem kérdés. 100% természetes összetevő, szóval ez nekem így. Az megmondja a tutit. Portugál Kovács volt. Na, és az mennyibe kerül? Ilyen 3000, vagy 3005 volt valami. De hogy ilyet vettem, és akármelyiket vettem, mindig ha ilyen vastagabb ágat vágok, ja, hogy ágat. Eltörik. Szóval egy mind. Így már, vagy 5-6-ot már eltöltem. És ez melyik boltban? Hát több különböző, akár... Ja, neten láttad. Ó, azt nem, azt a jót, azt a, uh-huh. a mi helyi nagykovácsi barkácsportunkban. Igen? Igen. Hú, itt is van egy áruda rész, ez a Garten. Igen. Reiglende. De mehetünk igazán, ha maga... Reklocsó? Gyerekeknek való. Uh-huh. Ez meg mint az encsiékféle. Csak lehet látszik, hogy ez nem. Jó, de ez nem egyedileg gyártott volna, igen, hanem tucatáru. És ott a Fatwood meg a biókike. Nézd, ott a Fatwood. Hol? Ott ez nem. Ja, de valami olyasmi. Igen, csak gyújtós. Minőségének tűnik? Nem. Nem? Nyest. Nyest fújó. Nyest spray. Uh-huh. Van itt minden. Légypapír. Igen. Igen, vandál. Vandál. Uh-huh. Gázok. Ilyennel fel lehet tölteni a... Az öngyújtó. Az öngyújtót. Ez benzin. Ezt otthon is lehet kapni ilyet? Lehet. Jó. Szerintem lehet. Mert én szívesen feltölteni. Meg el vagyok a legfőbb öngyújtás. Ó, de be van zárva azért, ez jó. Ja, hát itt a... Lombseprő. Mondjuk a jobb minőségű, a szarabb, ez a drótos. Vannak még itt ilyen. Ez a négy jobb. Nem biztos. Nem biztos. Ez körülbelül ugyanolyan, mint a másik. Nézd! Aha. Hát ez olyan helyre jó, ahol nincsen. Mondjuk itt például addig veszel egy ilyet, és egyszerre fölviszed a kocsival a vizet, és akkor használod egy ideig. Ami, mondjuk, ha többen vagytok, és ide jössz egy 5 napra, igen, akkor az ott jó, akkor el lehet lenni vele. Ez nagyon jó, érdekel. Szállásmentesen. Csak most azt nézem, hogy ez 10 liter, nem, már nem. Ez 30 literes. 30 liter, 66 szor. Ez a 15-ös. 24, ez 2 még ez 24 ezer forint. Igen. Basszus. Ez kicsit drága, igen. Húzós. Hát nekem van egy 10 literes, aminek nem ilyen a izéje, hanem tényleg az a csapja van. Igen. És nekem az a kanna formájú, az a szegletes van, amíg nem működött a házba a víz, addig volt egy olyan. Igen. Az valami 6000 vagy 7000 forint igen. volt. 10 litjós. Nem azért, mert ez így jónak hiszem. Hát az erre jó, mondom, hogy így...
mész dolgozni, nincsen víz, és akkor kocsival oda viszed, és akkor egy 3 napig van. Igen. Hát, jó. Csak nem kell mondjuk minden nap megvennem. Ez 26 ezer forint. Mert mivel ilyen műanyag, ez halálod után 2 nappal is ott fog. Hát az a baj, hogy nem, ha napot kap, ez 3 év alatt széttörik. Tényleg? Igen. Kiszívja az UV? Így van. And what is das? Szipornyázó. Szipornyázó. Valami locsoló szipka. Igen. Ezt nézd meg. Beöntést ebből adják. Nagyszerű. Ez mi? Hát. Ez már inkább. Igen. Ilyen tök jó tudtam menni az Osimba. Ilyen nagyon jó minőségű. Na az, igen. Olasz volt, olasz gyártmány, mondjuk így. És nem tudom, 9000 forint volt valami, de itt tök jó volt. Hát itt nincs nagyon semmi. 6 literes, de növények van. Nézzük, hogy nem sok. Mit vannak. Gyümölcsfák, ilyesmi tehát vannak. Különleges, ribizli. Virág, vagy már. Nincs most szezonja, úgy látszik. Bagyós. Róze. Ez róze. Ez ilyen cuki? Uh-huh. Rákostolsz? Uh-huh. Finom. Jó? Igen? Aha, nagyon. De akkor ne tedd vissza most már. Kibújik. Kibújik. Ez tök finom. Édes. Édes. Nem savanyka. Ilyen 50%-kal olcsóbb. Billigé. Aha. Apfel. Baum. Ez Körte Boyer Hardy, ez meg Hardy, aha. Summer Red, aha. Elestor, Elstar, vagy valami, ezt nem ismerem. Elstar, Sundew. Hát, hanem a... Dísz? Nem, Endivia, igen. Endivia. Az évelő. Hát... Figyelj, szerintem menjünk. Mi külföldről fogjuk hozni a növényeket. A nagy behozás, igen. Behozásos volt szegfű. Menjünk mag. Nincs? Oké. Okay. Az kint tartanák, hogy van bent? Nem, hát a fűmag az itt van. De nem a fűmag, hanem a hát ott van, mag. Ott van. Blütenfreude. Ez a normálna. Amit raksz, hogy szedünk. Fészítjük, hogy te már köszönjük, hogy a 36 ezer forint. Micsoda? Vagy 40 ezer. Az a szer. Igen. Szer száma racsn is. És a... Stíl. De ez mondjuk már fejlettebb egyel, mint a te géped, nem? Hát lehet, nem biztos. Nem biztos? Nem biztos. Az anyagát nézem. De én azt nézem, hogy 180-os hány túl könnyűnek tűnik. Ilyen... Igen, ez ilyen puha. Szóval, nem tudom, 180-os, szóval az enyém az 4,3 lóerős. Aha. Vagy, tudom, nincs én, ráírva. Ez, nincs, de ez, szerintem ez nincs annyi. Nincs annyi. Van itt svéd verzió. De ez ugyanaz a Michael stíl, meg a Husqvarna. Igen. Igen. Wanted what could say?
ez kb. Akkora méret. Mint a tiédé. Hát a méretre. Még kisebb, nem? A lapátja. Kisebb, kisebb. Az ormánya. Igen, csak komolyabbnak tűnik emiatt, hogy igen. Ilyen. Ez is műanyag, de igen. Ez fém. Nem. Az is műanyag. Nem, ez... Az a komolyabb akkor, az a stíl. Igen. Jó, hát mindegy. Az a fő márkájuk, és ahhoz van. Először fizetem a teszt. Én gyorsan ezt megveszem, és akkor utána jön. Jöhet. Jó, aztán kérdőz. Preszák, igaz? A Fidesin. Jó, zárt, gut. Hát azt nézem, hogy ilyen... Egy ilyet elviszek, mert ez az érdekes. Utána belecsomagolunk valami vackot. Felhasználjuk kétszer. Felsügélre meg van. Nézd, ott túra botoznak a... Nordic walking. Mm-hmm.